Volt egy olyan döntés, hogy én leültem, és azt mondtam, nekem lesz egy iskolám. Ez úgy alakult, hogy többször felkértek, hogy tanítsak. Tulajdonképpen a gyökerei Los Angelesig vezetnek, ahol az egyetemen tanítottam színész, és aztán későbbiekben a film színész szakot. Tulajdonképpen ez onnan kezdődött, majd Magyarországon is felkértek egy angol nyelvű színész csoportnak a vezetésére, és hát innen indult. Kellő hozzáállással és háttérrel az ember tud boldogulni ebben a szakmában. Például nálunk is van saját produkcióink, és végzős növendékeink szerződést ajánlunk fel nekik, tehát tudnak továbbra is dolgozni a produkcióinkban. Majd egy magányos ember érkezett. Nem volt érzéke a rend iránt. Valami bűzlik, mondta. Valami bánt! Én Bánfalvi Ágit nagyon régóta ismerem. Én amikor főiskolás voltam rendező szakon, akkor a Bánfalvi Ági az én vizsgáimban, vizsgarendezéseimben játszott. Bánfalvi Ági később megnyitotta a színiskoláját. Engem ők kerestek meg, és kértek föl arra, hogy van egy végzős osztály, és hogy csináljunk valami olyat, ami nekem is kedvemre való. És akkor gondolkoztunk ezen, és úgy döntöttünk, hogy Brechtnek különböző darabjaiból, illetve Brechtnek a zongjaiból, Brecht Weill, ismert és híres zongjaiból állítunk össze valamiféle egyveleget, és ez lesz ennek a végzős osztálynak a vizsgája. Ez nem arról szól, hogy én bármilyen módon részese lennék, vagy tanára lennék ennek a színiskolának, ez erre a vizsgára szól ez a kapcsolat. És hát ma eljutottunk odáig, hogy ma ennek az osztálynak is áll lesz. Az éjszaka! Nem maradhatnátok az éjszaka még velem! Elég a utasokhoz! Ma János nap van, ilyenkor mind részek! Egy negyed óra! Gyere hát! Gyere! Hova menjek hát? Az égbe szerelmem! Az égbe! Én a Budaörsi Játékszínnek voltam nagyon sok alkalommal fölkért zeneszerzője, dalszövegírója, meg a darabok zenei vezetője, és több olyan darabban is föl voltam kérve, ahol Ági főszerepet játszott, és innen a kapcsolat, és egyszer csak kaptam egy fölkérést, hát akkor már ment ez az iskola, kb. Egy fél éve, vagy éve, nem tudom, és váratlanul ért, mert úgy gondoltam, hogy ha már megy, akkor az már nélkülem megy, és egyszer csak fölkértek arra, hogy társulnék-e, lennék-e tagja ennek a csapatnak, amit hát nagy örömmel vállaltam el, mert olyan fajta munka folyik, ami engem nagyon érdekel. Az iskoláról azt tudom mondani a eddigi tapasztalataim alapján, hogy egyrészt tervszerű munka folyik, másrészt meg nagyon rendszeres. Azon kevés intézmények közé tartozik, ahol a mai napig is, tehát a megbeszéltek azok úgy történnek, ahogy ez megbeszélésre került. Tehát az órákon mindig szaktanárok vannak, akik elég magas, sőt, nagyon magas szinten úgy gondolom, látják el a feladatukat, és ennél fogva nagyon pontos vezetése történik a diákoknak. A két oldal egyenlően lesztek, jó? És akkor van hely. Mindig itt meghajlunk, bejöttetek, meghajlunk, és ki? Mindenki a maga oldalára, itt már mindenki a maga oldalára. Ha még van benne, akkor visszajöttök. Mindenhova álljunk, hogy látszódjon mindenki. Oda is. És meghajlunk. És ki. Jó. Köszönöm szépen, 14:30. Mi a munkánk alatt a fél évnyi munkába, azt sikerült elérnem mindenféleképpen velük, hogy végtelenül komolyan veszik azt, amire készülnek. Tehát tudják azt, hogy egy színpadra belépni, az nem egy magamutogatásról szól, a színpadra belépni, az egy tanári és egy komédia, egy bohóci feladat egyszer. Tehát
tanítani is kell, és szórakoztatni is kell. Tehát nagyon erősen koncentrálnak mindig arra, hogy mi a mondandójuk ott a színpadon. És ez egy nagyon nagy dolog. Nem szépelegnek, nem részt akarnak venni valamiben, hanem azért jönnek be, mert van, akarnak valamit mondani azzal, hogy ők föllépnek, hogy a jelenlétükkel sugalmazni akarnak gondolatokat és érzelmeket. Én úgy gondolom, hogy ez a legtöbb, amit el lehet érni, hiszen a színművészetet, a színészetet, ezt nem lehet tanítani. Az vagy van valakinek erre képessége, vagy nincs. Bizonyos dolgokat meg lehet tanítani, de azok szinte azt mondom lényegtelenek. Ezek a gyerekek, én úgy látom, végtelenül ambiciózusak. Hisznek magukban, és hisznek abba, hogy van mondandójuk a világ számára. Ez a lényeg. Mi ez a kacar? Diákok, hát ugye részben gyerekek, de ugye ez is tehát relatív, mert középiskola elvégzése után, érettségi után kerülnek ide növendékek, és hát van a növendékek között néhány idősek is. Azzal együtt hangképzés és ének órákat tartok az iskolán belül, ami hát egyrészt jelent egyfajta kondicionálást, másrészt jelenti azt, hogy olyan jellegű ismereteket próbálok átadni, ami használható, tehát módszertan a zenés színházban. Ugye egyszerre van jelen prózai és műzikeles osztály az iskolában, és ennél fogva van olyan évfolyam, ahol módon van arra, hogy külön órákat tartsak, ilyenkor természetesen más és más erősséggel és intenzitással tanítom ugyanazt, és van olyan, amikor egybe, tehát van a két osztály, és egyszerre tartok órát mind a két osztálynak. De mindenféleképpen a cél az, hogy használható módszertant kapjanak, akármilyen szinten is állnak a növendékek. Aki előrébb tart, tehát aki magasabb szinten űzi már ezt a mesterséget, nyilván ott olyan ismereteket kell, hogy adjak, hogy mik azok a váratlan körülmények, amelyek közepette ugyanúgy meg kell tudni csinálni azt, amit esetleg tud már. Aki kevésbé rendelkezik komoly előképzettséggel, ott nyilván apró szakmai trükkeket, kapaszkodókat kell mutatni, hogy az, ami mondjuk egy órán besújkolásra került, az hogy jön, hogy hívható elő egy nehezebb helyzetben is. A színészet lényege, hogy ők valamit tolmácsolni akarjanak. Ugye a színészet egy áttételes műfaj, hiszen a drámaíró megírja a szöveget, nem ők találnak ki gondolatokat, ők valamilyen módon át akarják ezt adni. De ez egy mágikus dolog. Ugye a színészet az olyan, mint az afrikai törzseknél a varázslónak a szerepe. Valamit, egy isteni megfogalmazást, egy isteni tételt át akar vinni a közembernek. Át akar valamilyen módon adni. Ilyen a színészet is. Valamit megír a drámaíró, és ezt egy személyiségen, egy egyénen át akarja eljuttatni a közönséghez, a közösséghez. Tehát én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy olyan személyiség legyen az illető, aki számomra érdekes, akire én odafigyelek, aki engem meg tud fogni, aki engem érdekel, akkor annak az írónak a gondolatai jó talajra találtak. Ugye a Bibliából az idézetet ismerjük, hogy ami sziklára hull, magaz nem fogamzik meg, amelyik termőtalajba hull, az meg. Ilyen a jó színész, aki jó termőtalaj az író számára, az megfogamzik, és annak a gondolatai, annak az érzelmei átjutnak a Rivaldán túlra is. Imre, ne haragudj, kapunk, illetve függöny előtt állunk, akkor kifordulunk és kimegyünk. Nem, meghajlunk. Igen. Csináljuk meg, megyünk vissza. Csak nézzük meg az én. Ennek a vizsgának nagyon sok olyan része van, ahol nem csak egyéni feladatokat kapnak a növendékek, hanem nem is azt mondom, hogy kórus, mert az olyan furcsán hangzik, hanem ahol közösségben nyilvánulnak meg, tehát karban nyilvánulnak meg, ahol egységesen az osztály szerepel valamilyen módon, ezzel is hangsúlyozva, hogy nem ez a vizsga nem arról szól. Úgy gondolom, hogy a semmilyen vizsga, színházi vizsga nem arról szól, hogy sztárokat csináljunk, sztárokat képezzünk, hanem arról szól, hogy ők itt X év alatt
megtanultak valamit, és egy egységes csapat, egy egységes osztály áll itt egy vevőpiac előtt, aki akar, válogathat közül. Szóval mindez igazán egyszer! Olyan legény ki a budin szabát! Igen! Igen, ha mondom! Úgy! Most már egy kis tűz is bújik eléd, ha? Múlt vasárnap híga sétált ő a híggal Zabi! Ennyit mondd csak! Szép idők van! S már is hullát visz a víz! Van egy trafikom! Te nem a palik után futsz, neked trafikod van! Csiszár Imre rendezte Brecht különböző színdarabjaiból és Furtwängl zenéjével a Bánfavjági stúdió vizsgálóadását. Milyen volt a munka a fiatalokkal a próbaidőszakban? Ez mindig egy izgalmas dolog, nem csak azért, mert Brecht ma nem egy népszerű, nem egy divatos szerző, hanem egyszerűen azért, mert Brecht olyan sok mindent tud a színházról, hogyha Brechtet próbálunk, és én itt nem használnám a rendezés, inkább azt mondanám, közösen tanítjuk egymást, közösen próbálunk eredményekre jutni a növendékekkel. Ha ez létrejön, akkor valami olyasmit tudunk felfedezni ebben a nem divatos Brecht világban, hogy mitől abszolút mai ez a szerző. És mivel mi nem egy bemutatót akartunk itt létrehozni, hanem megpróbáltuk a gyerekekkel ennek a mélyére ásni ennek az anyagnak, valamit megtalálni ennek a mondandójából, valamit arról, hogy a világot megváltoztatni akaró szerző, az akármelyik darabját, akármelyik szongját vesszük elő, az benne lesz abban a kicsiben, abban az apróságban az egész Brecht, aki azt mondta, hogy ne légy elégedett a világgal, próbáld meg elmondani a problémáidat, próbáld meg elmondani a bajaidat, próbálj meg progresszív lenni. Ez a progresszivitás hatja át, most úgy gondolom, ezt az egész ma esti vizsgát. Brecht nem egy könnyű szerző. A mai fiatalok a brechti gondolatokat a próbaidőszak alatt hogy tudták elsajátítani? Ez egy nagyon érdekes folyamat volt. Ugye nagyon sokan úgy gondolták, hogy alkalmazhatnak olyan módszereket, ami az eddigi munkáikban nagyon jól bevált. És aztán rá kellett, hogy jöjjenek, hogy a Brecht egy másféle munkamódszert kíván. A Brecht azt kívánja tőlünk, hogy egy picit mindig legyünk magunkon kívül is. Ugye ez egy furcsa dolog, ott van egy színész, ott van egy szerep, és a Brecht azt mondja, lásd magad kívülről, ítéld meg, mondd el, mi a véleményed erről a szerepről. Valakinek elveszik a pénzét. Mondd el. Ez egy gazdag ember, egy szegény ember, mit jelent az ő pénze az ő számára? Legyen róla véleményed. Tehát ez a véleményezés, ennek a stílusnak a megtanulása, hát ez bizony egy egész másféle munkafolyamat, mint mondjuk egy Shakespeare, egy Molière, egy Sophocles dráma esetében. A gyerekek nagyon jól dolgoztak, és nagyon hatásos eredményeket értek el. Név szerint tudsz-e valakit kiemelni a csapatból? Nem tudok, és nem is szeretnék, azért, mert ez az egész munkafolyamat, ez egy évfolyam vizsga, ennek az évfolyamnak a 15 hallgatójait most levizsgázik, kár lenne itt bárkit kiemelni. Vannak köztük, úgy érzem, nagyon tehetséges, és a szakmára érett emberek, és vannak, akik még nem érettek a szakmára, de semmiképpen nem emelnek ki senkit, hiszen ez egy közös munka volt, egy csapatmunka volt, ez egy osztálynak a vizsgája, és úgy érzem, hogy mint osztály kitűnőre vizsgáztuk. Láttál-e olyan előadást a Bánfavjági stúdiótól, amiben a most vizsgázó gyerekek egy némelye játszott? Igen, láttam, ez a Figaro házassága volt, ahol ketten, hárman, talán négyen, öten, nem tudom pontosan, de kaptak lehetőséget arra, hogy színpadon megmutatkozzanak. Ez egy nagyon jó dolog, hiszen nagyon nehéz dolog az, ugye itt nem színházművészeti egyetem diplomával fognak ők kikerülni erre a pályára, nagyon nehéz dolog a bemutatkozás. Tehát ha előtte ők ki tudják magukat próbálni színpadon, én úgy érzem, hogy ez mindenképpen egy pozitív és egy jó dolog. Csöngeri Nikolett vagyok, és hiszem azt, hogy mindenki megkapja azt,
ami neki jár. Azért szeretnék színész lenni, hogy valamit adhassak a közönségnek, akik bejönnek a színházban, és akik leülnek megnézni akár egy komédiát, akár egy vérdrámát, akár zenés darabokra is gondolunk. És mindenképpen, amit én nagyon-nagyon szeretnék, hogy morális értékeket tudjak közvetíteni. Sarbókata vagyok. Ha lehúnyom a szemem, egy filmben találom magam Hugh Jackman oldalán. Na igen, nincs is annál szem, mint napközben elmerülni a mesevilág melengető tengerében. Átérezni olyasmiket, amik egyszerű földi halandók számára talán sosem adatik meg. Színpadon, vagy kamerák keresztüzében bújni egy másik nővőrébe. Engem egy belső motiváció késztetett arra, hogy a színi pályára lépjek. Már kiskoromban is szó szerint álmodtam arról, hogy ahogy a bemutatkozásomban is elmondom, hogy színészekkel beszélgetek, vagy egy adott filmben színészekkel játszom. Tehát ez teljesen belülről jön belőlem, és igazából én azt szeretem, hogy sohasem a színpad vonzott, hanem az, hogy belekerüljek ebbe a mesevilágba, ebbe a teljesen más világba, ami kikapcsol attól, ami a valóság. És bele tudok kerülni egy bármilyen másik karakterbe, vagy egy bármilyen más nőnek a bőrébe, és ez borzasztóan érdekes számomra. Csikó Georgina vagyok. Gyerekkorom óta szerepelek mindenben, amiben csak lehet. Elsősorban nem színész szeretnék lenni, hanem operaénekes. Emiatt is jelentkeztem az iskolába, hogy ez egy nagyon jó lehetőség volt egy alapozásra, mert az operaénekléshez még sokat kell tanulnom, úgy érzem, de ez az iskola és az összes tantárgya valahogy közel áll ehhez a színpadi gyakorlathoz. Meg én hát gyerekkoromban szinkronszínészként szerepeltem néhány sorozatban, meg ilyen kisebb epizód szerepekben, filmekben, és emiatt úgy éreztem, hogy például a beszédtechnika óra az kifejezetten hasznos lesz, hogyha ezt a felnőtt koromban is szeretném hasznosítani. Nagy Enikőnek hívnak. Sokaknak csak Prüntyi. Mérhetetlenül naív vagyok, mert szeretem az embereket és megbízom bennük. Most azt gondolják, hogy ez egy rossz tulajdonság, de nem. Én azért szeretnék színész lenni, mert elég exhibicionista vagyok ahhoz, hogy kiálljak a színpadra és megmutassam magam minél több embernek. Én akkor érzem jól magam, hogyha figyelnek, hogyha megy a kamera, hogyha több ember néz. Én ezért igazából. Vigarita vagyok. Aranyos Linda vagyok. Milyen volt ez a 3 év számodra? Sokszor hosszúnak tűnő, de arról beszéltünk az osztálytársakkal, hogy minden munka mögött, meg minden szenvedés és nehézség mögött az örömöt azt folyamatosan éreztük. Igen, nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Persze voltak mély pontok, és volt olyan, amikor én például azt gondoltam, hogy nem bírom tovább, és aztán mégis, és nagyon-nagyon jó volt. Nagyon fog hiányozni. Én úgy gondolom, hogy ennek az iskolának a sikerének a titka abban rejlik, hogy minden tanárunk nagyon-nagyon jó, és a szakmájában rendkívül profi. Tehát az ének tanártól kezdve a színész mesterséget tanítókig, a beszédtechnika, vagy a pantomim, vagy a balett, mind-mind olyan tanárok voltak, akiktől rendkívül sokat tudtunk tanulni, és ezáltal fejlődni. Igen, én biztos vagyok benne, hogy ennek az iskolának vannak a legjobb szakemberei. Hát én nagyon sokat tanultam Ágitól, nagyon sok Molnár Zsuzsától, rengeteget, M. Kecskés Andrástól is nagyon sokat, Erdélyi Marinak köszönhetem azt, hogy merek beszélni. A műzikelesek is jól jártak az Ullmann Krisztával, azt hiszem, hogy tényleg a legjobbakat kaptuk. Számomra Brecknél a legizgalmasabb dolog az volt, hogy a tragikumban azért a játékosságot, vagy a tragikum mellett a játékosságot ugyanúgy fel lehet fedezni. És azt gondolom, hogy ez olyan, mint az élet, ami szintén nem biztos, hogy fekete-fehér, hanem számtalan színárnyagat van. Hát tanító és mindig aktuális. Én annak idején úgy jártam végig a Camino nevű zarándokutat is, a 750 kilométert, hogy mindig csak a következő 20-ra koncentráltam. Tehát mindig minden napnak csak a maga gondja. Úgyhogy most én a vizsgáig láttam el, és nagyon-nagyon élveztem, meg örülök neki. Konkrétumokat még így nem tudok a továbbiakra. Hát én meg annyira jól éreztem ma magam, hogy én már tényleg csak ezt akarom. Hát küzdök és bízva bízom. Így legyen. Na, vége! Elindjetek haza! Lezajlott a Brecht vizsga. Első sorba ültél a tanárokkal és a vizsgabiztosokkal. Nem láttam az arcodat. Izgultál?
Nem izgultam, mert mit tudok csinálni? Most jöttem rá, hogy tulajdonképpen még a foci edzőnek is könnyebb, mint nekem, mert ő legalább fölugrálhat, meg bekiabálhat, én meg semmit nem tudok csinálni, csak nézni, úgyhogy úgy éreztem, hát most nem tudok többet. Mennyire okozott ez problémát a 3 év alatt, hogy csak ketten vannak a fiúk és a lányok ilyen sokan? Megmondom őszintén, azért nem tűnt fel, mert mindenhol ott voltak a fiúk. Tehát, hogy annyira lelkesek, szorgalmasak és igyekeznek, hogy teljesen elvitték ilyen szempontból a férfi szerepeket. Tehát, hogy mindig partnerek voltak. A Vizsga Brecht nem egy könnyű szerző. Ugye egy-két idősebb tanítványtól eltekintve ezek elég fiatal emberek voltak, akik itt vizsgáztak. Mit mond nekik a Brecht, illetve hogy mennyire tudták a brechti gondolatokat magukévá tenni? Én, mint mester, úgy gondoltam, hogy nem tagadás, az én ötletem volt, hogy Brechtet csináljanak. Úgy érzem, hogy minden osztály kémikailag más, úgy, ahogy a zenészek, mint egy zenekar, vagy egy együttes is más kémikailag, ugyanúgy minden osztály más. Én úgy éreztem, hogy ez az osztály eljutott technikailag oda, hogy valami nagyon komoly súlyemelgetést elbír, és ezért gondoltam, hogy akkor mérjék meg magukat, hogy valami komolyat, szakmai csemegét csináljanak. Egy következő és egyben befejező kérdés. Az osztályból 4-en már korábban játszottak a Figaróba. Miben tudjátok segíteni őket a pályájuk következő lépésein? Elsősorban a saját produkcióinkban szerepelnek, ezen kívül tudunk szerződést ajánlani, tehát van szerződés ajánlatunk számukra, úgyhogy hát reméljük, hogy kidolgozódik a jövő.